Egymás után haladnak az autók a 35-ös főúton, betartva a közlekedési szabályokat. Nem csak a KRESZ szabályokra kell ügyelni a sofőröknek, hanem arra is, hogy megfelelő biztosítással rendelkezzenek. A szerződés módosítása esetén a legelső feladat, hogy a biztosítás évfordulóját megnézzük. Ha január 1-je rajta a dátum, akkor most novemberben van lehetőség a kötelező biztosítás felmondására és biztosító váltására. Én mindenképpen azt szoktam javasolni az ügyfeleknek, hogy meg kell nézni, hogy van-e kedvezőbb a piacon. Soha nem lehet tudni, hogy az ő adott kategóriájára és az adott szerződésére milyen díj fog vonatkozni, ezért érdemes csinálni egy online díjszámítást, vagy felkeresni egy olyan alkuscéget, aki minden biztosítóval kapcsolatban áll, és meg tudja neki nézni, hogy lesz-e kedvezőbb a saját biztosítási díjától, vagy pedig érdemes ott maradnia. Nagyon fontos, hogy meg kell néznie, hogy mikor van az évfordulója, és ahhoz mérten kell számolnia azzal, hogy 60 nappal előtte tud díjat nézni, és 30 nappal előtte tudja legkésőbb fölmondani a szerződését, ahhoz, hogy a váltás sikeresen megtörténjen. A kötelező biztosítás megkötésétől számított egy évig érvényes, ezért a biztosító váltást is a szerződésben meghatározott időponthoz kell igazítani. Lassan már közelít a novemberi kampány időszaka, megkezdődik a biztosítók versenye, bár ebben az évben bizonyára nagyban befolyásolja az egész évvégi változásokat, hogy már nem csak ilyenkor hirdetnek a társaságok díjat, hanem az év bármelyik napján. Ettől persze a váltás lehetősége nem függ, de a díjak alakulására nagy hatással lehet. Nagyon sok mindentől függ, hogy a biztosítók milyen díjat fognak hirdetni, megnézik, hogy az adott jármű kategóriában milyen károk fordultak elő, milyen összeget tettek ezek ki, illetve sok esetben már azokat büntetik, akiknek ugye kára volt. És erről nyilatkozni is kell az ügyfeleknek, hiszen pótdíjat fognak rájuk alkalmazni a biztosító társaságok. Nagyon változó egyébként, hogy melyik időszakban milyen díjhirdetés várható. Ebben az évben volt egy időszak, amikor csökkentek a biztosítási díjak, de azt tapasztaljuk, hogy most így évvége felé közeledve újra beindult a picike díjemelkedés. A kötelező biztosításváltás során akár több ezer forintot meg lehet takarítani. Akinek a biztosítási évfordulója január 1-ére esik, annak van lehetősége a november 1-én megjelenő új díjszabások közül a legkedvezőbbet kiválasztani.